Hát itt vagyok a Fogaskerekűnek a városmajori végállomás. A városmajori Hotel Budapest körszálló. Hát itt ki van világítva egy fa, de hát itt a megállóban, ahogy lehet látni, szinte senki nem várakozik ez a... Itt ott csak ott a sorompont túl ott várakozik egy fogaskerekű szerelvény, nem használatos, de itt az állomáson gyakorlatilag egy darab ember rajtam kívül nem várakozik. És működik a fogaskerekű, mert hát mert ki van világítva, de meg szerintem hallom is, hogy jön. És szerintem be is fogunk kapcsolni ezért a... De ég a lámpa! Szerintem videózzuk le, hogy hát ha ki van díszítve koszorúval... ez nem az. Itt nagyon érdekes koszorú van francba díszítve. Szépen téliesen ki van díszítve. Ott van a koszorú az elején. Hát most nem ég az égősor, mert nyilván nappal van, de remélhetőleg mire fölérünk, addigra már majd fölgyújtják a fényeket. Nem úgy gondoltam, hogy fölgyújtják a szerelvényt, hanem csak fölgyújtják ennyi. Hát ennyit akartam mutatni. Jön. 15 óra 43 perckor, és ilyen szépen ki van díszítve a hát ilyen lightosan, de szépen ki van díszítve. Itt fölöttem egy ilyen boa, ilyen gömbök, magyar boa. És így az ablakon ilyen szép ilyen üvegmatrica, ilyen téli üvegmatrica, itt a ilyen hóember, hópelyhek vannak az üvegen. Hát itt ugyanígy így minden ablaknál ilyen havas téli matricák. Szintén itt is ugyanígy üvegmatricák. Itt például hóember, és akkor a végén is ennyi. Hát régen utaztam a Fogaskerekűn, de így kidíszítve még nem, de ez nagyon szép. És kívülről természetesen, ahogy be is érkezett ugye a szerelvény, hogy ilyen nagyon szépben ilyen jégcsap alakú fények, és ilyen téli mintás matricák vannak elragasztva a két elején, meg ilyen koszorúk. Leülök is, ide lesz, is fogok ülni ide, így. Thank you.
mondom, hogy ez a fényfogaskerekű milyen volt. Hát gyakorlatilag én azt mondom, hogy általánosságban nagyon szép volt, nagyon jó, hogy ilyet csinál a BKK, hogy villamosokat, fogaskerekűt, buszokat, trolikat kidíszít, és így mennek, meg lehet vele utazni is. Hát százszor ismétlem magamat, de tényleg csak az az egy véleményem van, hogy tényleg egy megnyugtató érzés, egy ilyen karácsonyi hangulatot idéz ezek a járművek a szürke, dolgos hétköznapokban, és én szerintem ezt nagyon is díjazom, meg pártolom a BKK-nak, ugyanis nyilván szükség van arra, hogy egy kicsit színesítsük a színesek legyenek a munkanak, pláne ilyenkor adventbe, karácsony előtt. Most már itt vagyok az 59-es villamos megállójában, és várom a 17 óra 01 perckor induló Szent János kórház felől érkező 59-es fényvillamost. Ez egy UV-típusú fényvillamos lesz majd. Remélhetőleg, hogy hát elég sokan voltak rajta, de remélhetőleg, hogy fölférjünk rá. Ebben már bekészítettem magamat. Éppen közben nézem azt, hogy a hotelnek, a körszállónak a falán ilyen, mint hogyha hó esne. Nem tudom, honnan vetíti ki. Valahonnan nem tudom vetíti ki, de hát nem látok semmiféle, és hát meg majdnem teli hold van, vagy lehet, hogy már az is van. Úgyhogy ennyi. Gyakorlatilag ennyit erről a fény fogaskerülőkkel. Hát a utolsó videót tehát egy kicsit ilyen homályosan sikerült fölvenni, mert éppen be valahogy elhomályosodott a telefon, de hát nem baj, ennyi. Szóval ezt nézzük még egy kicsit, mert ez nagyon szép, az egy a körszállónak esik a hó. Itt meg egy Tátra 59-es. Nagyon szép. Nem tudom, hogy csinálják ezt. Itt vagyok a kelenföldi vasútállomáson, és már itt szemben vagyunk a 18 óra 05-kor induló 49-es villamos, ami szintén fényvillamos.